Vendégem itt a Mokka stúdiójában Zenta óra forgatókönyvíró, Vargandrás, rendező és Kozban György, többszörös világ és Európa bajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes magyar kenus, Jó reggelt kívánok! Köszönöm reggelt. szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. És hát a beszélgetésünk apropója az a dokumentumfilm amelyet ugye Kolóról készítettek, aki hat éve ment el, és Ponnóra, te itt a beszélgetésünk megkezdése előtt említetted azt, hogy ez a 75 perces dokumentumfilm, senki se gondolja azt, hogy gyakorlatilag ott fejeződik be, hogy ő már nincs köztünk, hanem pont az, hogy szinte kvázi onnan is folytatódik, hiszen rengeteg hagyatéka van Kolónak, ugye az emberiség és a sportolók számára. Mit kell tudni erről a dokumentumfilm? A dokumentumfilm ötlete az 2013. augusztusában ö, vetődött fel bennem. Ö, én nagyon sokat dolgoztam a, a kajakosokkal és a sokkal. és 2013-ban Duisburgban volt a világbajnokság, ö, és az azért fontos ezt megemlíteni, mert a kolók, Utoljára 2007-ben szintén Duisburgban volt világbajnokságon a Gyurival, és én ott forgattam velük, kint voltam a csapattal. És nézve ezt a tavalyi világbajnokságot, nagyon sok emlék jött elő, merült föl bennem, és akkor csapott be a szikra, hogy na, akkor kolóról csináljunk egy dokumentumfilmet. El is készült ez a film, ugye, aminek a premiére bemutatója szombaton volt az Urániában, te is ott voltál, Gyuri. Ott voltam nagyon sok És ugye te is a filmben is szerepelsz. A hagyaték tekintetében nyilván nem lehetne felsorolni, de melyek a legfontosabb állomások? A filmben? Vagy a, hagy hát, ja, vagy a hát olyan értelemben, hogy amit ránk hagyott, amivel továbbvitte az ő nevét. Igen. A, tulajdonképpen ugye két szakasz, az egyik a halála előtti időszak, amit mi sportásként megértünk vele, nagyon fontos dolgokat tartalmaz eredmények, illetve az, az emberi nagyság. És egy ilyen film, amit most a Nórék elkészítettek, ez abban segít, hogy megmutassuk minél több ember számára. Azt gondolom, ez a, a film a hagyaték tekintetében is egy mérföldkő lehet, egy nagyon jó eszköz arra, hogy minél több emberhez eljusson az a emberi nagyság és példa, amit Koló képviselt, képvisel mai napig, de mellette ott van egy alapítvány, aki folyamatosan dolgozik ezen, ott van egy vándor kiállítás, ami járja az országot, és minél több fiatal gyermekhez, szülőhöz eljut, pedagógusokhoz, úgyhogy nagyon fontos dolgok vannak. Iskolát neveztek el róla. Iskolát neveztek. El. Rendezés tekintetében mennyire volt könnyű, vagy esetleg nehéz megragadni ennek a dokumentumfilmnek az elkészítését? Rendezés tekintetében inkább az volt a nehéz, hogy ne menjünk el semmilyen irányba, tehát ne legyen se pátoszos, se túl szomorú, hanem alapvetően kapjunk egy olyan képet Kolóról, ahogy csak a legközelebbi barátai ismerhették. Ez, ez, volt az egyik fő célunk. Az, hogy ennek a filmnek ne az legyen a végkimenetele, hogy a halál és a tragédia, hanem ahogy eddig beszéltetek, hogy, hogy egy ilyen esetből mit tud tanulni egy következő generáció, vagy esetleg egy korábbi generáció. Tehát, hogy sok idősebb emberrel is beszéltünk, és számukra is elképesztő példa az, hogy vigyázniuk kell magukra, mert hogy, hogy az, hogy kihajtják magukat, és hogy, hogy csak, a, csak a csúcsra törni, az nagyon szép dolog például egy sportoló életében, de de vigyázni kell magunkra. És milyen, ezt... volt, milyen volt a hangulat az Urániában? Nagyon idegesek és feszültek voltunk az elején, aztán ahogy elkezdődött a film és észleltük a reakciókat és bejöttek azok a számításaink, amire, amit vártunk, hol nevettek, hol, hol hallottuk a szipogást és a, a zsebkendő zizzenését, kezdtünk megnyugodni és a végén re már, már, éreztük, hogy, hogy talán sikerült visszaadni azt, amilyen a Gyuri volt bocsánat, úgy, úgy fogalmaztunk egymás között, amikor készítettük a filmet, hogy, hogy ez egy érzelmi hullámvasút lesz. Tehát lesznek benne mélyebb részek, és lesznek benne vidámabb részek, és, és ezen izgultunk, hogy ezek a hatások vajon úgy működnek el, ahogy, ahogy mi terveztük, és ezeket volt jó ott átélni, hogy ezek úgy működnek. Összességében mi mindent tudtál elmondani Gyuri Kolóra, mert feltételezem, hogy ilyenkor borzasztóan nehéz összefoglalni egy-egy percben. Nagyon nehéz, de ezt megtapasztaltam egy ilyen nehéz témánál, hogy nagyon fontos az, hogy ki kérdez, és mit kérdez, és hogyan kérdez, és Nóri egy olyan kérdező volt, ugye amikor készült ez a riport, elkészültek ezek a riportok, hogy ki tudta hozni pontosan amiatt a hosszú-hosszú, közösen eltöltött évek munkája miatt, amit ugye ő is eltöltött a kenus, kajakenus világban, ezért tudott és ismerte nagyon a Kolót, a többi résztvevőt is, Tudott úgy kérdezni, hogy ki jöttek ezek a mélységek, érzelmi mélységek, és még olyan emberekből is kihoztak érzelmi tölteteket, akikből nem is gondoltuk volna. Csak én nagyon rövid választ várnék, hogy mi lesz a dokumentumfilm sorsa? Most a bemutató után a következő bemutató az a magyar televízión lesz karácsonyi időszakban, és utána szeretnénk minél szélesebb körben ismertéteni a filmet, tehát eljutatni akár iskolákhoz, talán még mozis forgalmazásról is ö, szó lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük, Köszönjük szépen. is!